Nem, ez idegesítő. A tud és a szabad nem ugyanaz. Vitatkoznék. Ha azt nézzük, hogy most a tutoriál miatt van mindenem, ez így tök jó. Viszont arra azért kíváncsi lennék, hogy aki már mondjuk nagyon sokat játszott a játékkal, annak mondjuk mennyire durva egy ilyen nulláról kezdés. Tehát, hogy egy ilyen hardot bekezdeni. Mert az nagyon izgalmas lehet, amikor már ismered az összes gépet, tudod, hogy mit, hogy kell csinálni. Az a jó, hogyha belső nézetben vagyok, akkor nem kell foglalkozni az utánfutóval. Az majd teszi a dolgát. Oké, én itt fölmegyek. Én nem láttam semmit, ha ti se. Hát ez kormánnyal biztos, hogy brutálisan izgalmas lehet. Jó, ez a kirakodó állomás az egyik olyan hely a térképen, ahol eladhatod a terményt. Az összes termék jelenlegi árát megnézheted a menüben, az árakat megjeleníteni a képernyőn. Menü megnyitása. Oké. Okay. A traktorral állítsd a pótkocsit pontosan a verem fölé. Jó. I betű. Én azért előrébb mennék egy picit. Szép munka. A gazda leginkább a termés eladásával kereshet pénzt, hát vagy OnlyFans-szel. Vagy ha streamel közben, mint ahogy Dantes is csinálja. Hajts át a bolthoz, ahol az utolsó felkiáltójel ikon található, ismét a villogó gyémánt jelzi a térképen. Jó, a ponyvát viszont rakjuk be. N. Nice. Jó, akkor let's go. Hoppá! Jó, hát az eléggé... Várja, elnézést, nem N betű. Nincs map! Miért nincsen map? Mármint, hogy ilyen nagy map. Van az escape-pel. Az ön itt áll. Igen. Azt még véletlenül sem mutatná, hogy hova kell mennem. Valami boltot keresünk. Nem, azt itt az eszképes menüben nem... Elnézést! Jó, van, na. Nem tudtál volna kikerülni? Tessék! Na, hello! Ez hogy tetszik? Majd később meggondolod, hogy mennyire legyél paraszt. Hé, nem előzünk! Na, aló. Hát nem láttad, hogy ott vagyok a szélső sáv? Szóval egy kicsit kijebb, de most ez részletkérdés. Kilencessel nagyobb a minima. Oké. Okay. Kösz, most meg kikapcsoltam. Tik. Indexeltem balra, csak nem tudom, hogy kell. Úristen, hallod? Vakulásig kell menni ezen az úton.
Amúgy értem, hogy miért lehet ebbe a játékba beletenni akár több ezer órát. Tehát azért, hogyha ha azt megnézem, hogy mondjuk itt a mapon is nyilván kell közlekedni. Valami bű pénzt kell csinálni. És hogyha... Ja, ezen végig megyek, az teljesen jó. Na jó, menjünk ki a szélső sávba. Pik, 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 pik. Igen, de ehhez egyébként belinkelnétek a chatre, srácok, azt a Logitech-es kormányszettet, ami konkrétan a Farming Simulatorhoz van? Mi büntetőfé... Azt hittem elkezd büntetőfékezni. Mikor jönnek az állatok? Ezt nem tudom. Rócs, komolyan találkoztál ilyen traktorossal? Ott van. Farm Simulator Game Bundle. Na azzal? Azzal elég komoly lehet ez a játék. Igen, hogy mit kéne elvetni az adott időszakban, mi hozza a legtöbb pénzt, stb. Stb. Most akciós 90 ezerért az a set. Figyelj, az ilyen kormányszetteket, mármint amilyen nyilván nagyon specifikus, azt így a legnagyobb fanatikusok azok, akik megveszik, gondolom. Tehát én például el tudom képzelni Dantesről, hogy ő nyomja az IRL Farming Simulátort, majd amikor befejezte a melót, akkor bemegy, és egy ilyen Logitech-es szettel leül a Farming Simulator 2022 elé, és tolja azt 1000-rel. Mert nem volt elég az, amit kint csinált. Én róla el tudom ezt képzelni. Itt adhatsz el... Csak jelzem, hogy amikor hozzáérek ahhoz a felkiáltójához, utána nem tudom irányítani a dolgot, tehát hiába mozgatom most az egeret. Tehát az, hogy az út közepére kerültem, az nem rajtam múlt, jó? Itt adhatsz el járműveket és eszközöket, és itt vehetsz új felszerelés. A boltot megtalálhatod személyesen, ha aktiválod a vásárlás jelét, de a bolt menüből is bármikor elérheted. Jó, az a P betű. P mint bolt. Tehát polt. És itt a túra vége. Keresd fel a súgó menüt a részletesebb információkért, sok szerencsét és jó szórakozást a gazdálkodás világába. Na srácok! Ezt most akkor itt klippelni kell, mert tutoriál vége. Úgyhogy ezt kell majd föltöltenem, és ezért elméletileg kaphatunk majd kulcsot. Oké, és akkor most mit csinálok a játékba? De most vége lett, és... Na, várjál. Én most visszamegyek a boltba. Innentől leszünk bajba, amikor nincsen vezetve a kezem. Hát egyértelmű. Súgó. Igen. Bolt megnyitása R betű. Úristen. Na jó, melyik néz ki a legjobban? Na tessék, targonc. Várjál, targoncák? Ez! Jügenrich! Ez biztos vagyok benne, hogy valami. Oké, targoncák. Kaszálógép. Homlokrakodó. Ez az a faj, ami így krap a homlokára fölrakja a dolgokat? Ami alá így beállsz, és így egyensúlyozol alatta. Kaszálógép, oké. Okay. Iszaptartás. Mondjuk ez veszélyesnek tűnik, ez a háromkerekű. Vagy hát mindegy, elől egy van, hátul több. Autó mi van?
Jó, 26 ezer dollárért lizárd. Nekem azt hiszem egy ilyen lizárd van otthon. Még mindig csak ismerkedsz, az igen. Aha, és akkor itt írja a váltót, az, hogy miket vihetek vele, gondolom. Cukor, na várját, ezeket végig kell nézni. Oké, a kis traktor az egyértelmű. Van közepes traktor, és van nagy traktor. Jó. Teherautó, nice. Man, Mac. Volvo, oké, ez is menő. Azt mondja, betakarítógép. Nekem valami ilyesmim volt. Vagy van. Nyilván a legdrágább, a legjobb, gondolom. 490 ezer dollár. Ez a cucc. És ez hernyótalpas. Azért. Most nekem szerintem még sima volt. De van hernyótalpas. Az jó. Oké, takarmánygyűjtő. Tehát, hogy kíváncsi lennék, hogy például, na várjál, egy 380 ezres, és egy 500... Aha. Azt a lóerőt figyeljétek, srácok. 626 lóerő. 1156 lóerő. Van egy pici ugrás. Így... Oké. Okay. Burgonyatek. Jó, ez hipermenőn néz ki, ez a gép. Ezt nem tudom megnézni. Na jó. Ez mi? Egy ilyet én látni akarok működés közben. Bocsánat, hogy így rácsodálkozok ezekre, de mondom, tehát, hogy nem vagyok tisztában azzal, hogy jelenleg a mezőgazdasági gépek hol tartanak fejlettségbe, vagy hogy használják, mint használják a dolgokat. Számomra ezek brutálisak. Kerék márkát állíthatok rajta. Atya úristen. Jó, cukorrépa technol. Azt, na jó. A 499-eset nézzük. De ezek valami elképesztően gyönyörűek. Már érted, ülsz ott benne abba a hidraulikus székedbe, meg minden, ott itt rugózol. Tehát ez valami... Szóval brutális. Oké, van cukorrépa, meg cukornád, van gyapot, szőlő. Na, ez az, amire mondtátok. Aha, mert nézzétek csak. Tehát gondolom, ez úgy működik, hogy szétnyílik, és akkor középen megy el. Ez egyébként nagyon tetszik. Takarítani nem olyan buli őket, ezt gondolom. Tehát azért egy ilyen gép, amikor úgy neki kell állnod, hogy letakarítsd, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem gyenge. Nem nyílik szét? Ez csak szimpláni? De akkor várjál. Akkor viszont nem értem azok a... De azokban nem akad meg? Vagy az milyen anyag ott akkor? Csak emelkedik. Na jó, ezt a gépet is szeretném látni... Bérlés, vásárlás, működés közben. Ezt elképzelni sem tudom, hogy akkor, hogy rugós rendszer. Ha. Ez nagyon érdekel. Olajbogyó. Na várj, azt nem is tudom, az mi? Ez is ugyanolyan. Ha, csak ez magasabb.
Hát ez kurva jó. Ez zseni. Oké, erdészeti gép. Na, ez az srácok, amit egy pár videót láttam erről. Nekem konkrétan a szavam elállt, amikor láttam egy ilyesmi gépet, hogy nem is, hát itt többféle van, és mindegyik másra jó, ezt én látom. Azt keresem, amitől lehidaltam. Volt egy olyan cucc, ami azt csinálta, hogy kivágott egy fát, utána megfogta, és így lehámozta. Az a baj, hogy ezt elképzelni se tudom, hogy az melyik lehet. Az talán ez. Tehát, hogy így meghámozta a fát. Tehát így leszette a kis galjaka, ez az? Ez volt az? De hogy így ez hogy nem látom, hogy kameraképp nagyítás, kicsinyítés. Na mindegy, igen, tehát hogy így kivágta az első ilyen, aha, tehát az ez volt. Fú, én azon úgy csodálkoztam rá, mint Rozi a moziba. Nagyon kemény volt. Meg azok is tetszettek például, amikor ültettek át fát egyik helyről a másik helyre, és akkor oda ment egy gép, így körbefogta, körbe kinyílt olyan, mint hogy egy ilyen esernyő, elkezdte forgatni, kivágta a földből, kiemelte, és utána vitte tovább. Az is rettenetesen jól nézett ki. Olyat itt most nem látok. Azt nevezzük el egyébként ilyen nagyon... Figyelj, tehát tudom, hogy nem ez a gépek neve, de mi adunk nekik új nevet, az a fakitépő az lesz a csumázó. Jó? Ugyan, most csumázó gépet keres. Hát ez nem tudom, hogy milyen. Oké. Okay. Ezek voltak egy jószág. Ezzel a tehénen megyek át. A alulról nézve azok... Alulról nézve azok élesek, tehát nem biztos, hogy annyira barátságos, hogyha a tehén... Hát meg úgy... Hát igen. Azért, hogyha ide beszívok egy tehenet, az nem biztos, hogy sokáig él. Ám most csak úgy mondom, hogyha úgy véletlenül elcsípek egy tehenet, ami itt följön, hát... nem biztos, hogy ilyen petajóvá hagyott dologról van szó. Oké. Növényvédelem. Hát, tipre azt mondanám, hogy ez így... Várjál, úgyhogy az igazán semmihez nem értek. Ez így permetez? Vagy ez mit csinál? Gondolom itt ez szétnyílik, ebbe egészen biztos vagyok, mert itt vannak karok, tehát hogy ez gondolom innen előre jön, és egy ilyen hatalmas területet így átel, és ez permetez? Szárnyas permetező. Ennyi van meg. Oké. Okay. Iszaptart, az oké, okay. Kaszálógép, homló, ez nem tudom, hogy mi lehet. Kerekes rakodók, teleszkópos targoncá, na ez a menő. Na ez az, ami szerintem a világ legmenőbb dolga, amikor ezzel látok flangálni embereket az építkezésen. Ez nagyon menő. Targonca egyéb. Mondjuk, hogyha nem kezded, de ezt gondolom, Egrip, hát ez mi lehet? Ezzel gondolom a havat takarítom, nem? Ilyenek szoktak rohangálni a sípályákon is. Kompakt rakodóra van papírod. Az igen. Kinyílnak a karok oldalra, és úgy permetez. Akkor jó volt a tippem. Nem ilyenek szoktak menni egyébként ilyen ratrakok a sípályákon? Csak magasabbra emel. 320. Oké, ez vajon mi? Ez még csak nem is segít abba, hogy ez micsoda, ez egyéb.
Nem elég, hogy van kb. 90 féle gép, pótkocsik, áttöltőkocsik, aratószek, kukorica adapter, oké, ez a takarmánygyűjtő, ez, na, ez nézett ki a legvad, halad. Mi a fasz? Na jó. Tehát nekem ne mondja senki, hogyha fölül egy gépre, ami ezt elbírja, akkor nem érzi úgy, hogy a tökei ötször akkorára duzzadnak, és igazi férfinak érzi magát, nem? Hát bazeg! Na jó, tehát hogy ez nagyon durva. Cukorrépa technológia, az aki cukornát, gyapot, aha. Jó, messze ez a legdurvább. Hát nem herecisztára gondoltam, nem. Nem baszik. A tutoriál végéről közben... Srácok, a tutoriál végéről közben be tudjátok küldeni a chatre a klippet, ami készült? Mert akkor azt addig már föl is töltöm. Na jó, ez mi? Tárgyak, bálák, konténerek, raklapok. Oké, ezek a csomagok állatok. Ez nem tudom micsoda. Ez, ami meg tudja húzni ezeket? Abba milyen állatot raksz? Aquatrans. Abba valami vízi állat megy akkor. Oké, zab, sertéstakarmány, rendben. Leárazott termékek. Na, ezek a second hand cuccok. Na, hát innen kell nekünk vásárolni. Figyelj, ezek 57% kedve, 48. Oké, birtokolt eszközeim. Na, figyeld, vannak súlyaim. Vontatott aratószer... Oké, tehát nekem is vannak ilyen cumóim. Ezeket kaptam meg alapból. Autóból pedig van egy lizárdom. Nincsenek bérelt eszközök, azok nincsenek. Modok és DLC-k, és ez pedig állatkereskedő raktár, építő földek. Jaja, ezzel is sokat kell játszani, persze. Na jó, most akkor az a probléma, hogy a tutoriál elengedte a kezünket, és amúgy nem tudom, hogy escape. Na nézzük. Terménytípus szűrő. Ott megy valami autó. Gabonasiló. Nincsenek ebben a játékban questek, hogy mondja, hogy mit csináljak? Na most jelenleg itt állok. Aratással kell kezdeni. Honnan tudom, hogy melyik terület az enyém? Várjál. Terménytípusok, növekedés, talaj összetétele, gyom, megtrágyázott, mész kell hozzá, hengerét, kövek. Forgalmas helyek. Vannak megbízások, bérmunkák. Na, azt keressük, oké. Ezek a gép, ezt a gépek, igen. Itt van, hogy mikor mit lehet termeszteni, ez is tök jó. Itt van egy időjárás előrejelzés. Itt vannak az árak per 1000 liter. Feed and grain, azt annyira nem fordították le. Itt vannak a járművek, oké. Pénzügyek, rendítsek. Jószág. Szerződések. Ez lenne az? Kell
Kék a száma a területnek. Oké. Okay. Ezek lennének az a szerződések? Szuper. Na nézzük. Betakarítást kell végezni itt. Trágyázni kell. Én trágyázni akarok, az a legtöbb pénz. Tulajdonosa a terület 30. Oké, okay, a 30-as területre. És akkor várjál. Tipre, most akkor azt mondjuk, hogy 30-as terület, de ez kell hozzá. Na várjál. Ne szaladjunk ennyire előre. Honnan tudom, mert gondolom az eszközök kölcsönzése, az akkor kikölcsönzöm ezt a három eszközt, ami kell hozzá, ugye? Oké, tehát ezek az eszközök kellenek, ez tiszta sor. Azt mondja, trágyázd a 30-as mezőt bármilyen típusú trágyával, folyékony vagy szilárd műtrágyát. Igen, jó. Használj saját felszerelést, vagy bérej 530 euró mértékben csökkentett jutalomért. Gondoskodj arról, hogy az eszközökben legyen műtrágya. Aha. Jó, tehát ezt 500 dollárral, 500 euróval fogja csökkenteni, mert bérelnem kell cuccokat. Termelési láncok, statisztikák, van beállítások, általános beállítások, billentyűzet irányítás. Jó, hát akkor először gondolom, csináljuk azt, hogy elmegyünk, hát ezt a gépet valahogy haza kellene varázsolni. Tehát ezzel menjünk haza. Escape. Kékkel jelzi azt a területet, ami a tied. A kék számmal. Aha. Jó, igazából tudok-e pinelni? Térkép, földek, vissza. Hát pinelni nem tudok. De hogyha jobbra kifordulok, akkor nem messze vagyok az otthonomtól. Jó, hazamegyünk, és utána akkor a kocsival megyek el majd a területre. Átszállok majd a furgonomba, és azzal el megyünk a 30-asra, ami egyébként, ha jól látom, jobbra van tőlem, tehát ez lehet, hogy a szemben lévő terület. Ötszörösön van az idő. Nem baj, így volt beállítva alapból, én most nem nyúlok hozzá. Aha, konkrétan a jobbra mellettem lévő farmra kell menni, az nem is vészes akkor. És az, hogy a gépeimet egyébként hol rakom le, az majdnem mindegy. Jó, ott állnak a gépeim, mindegy, én behajtok a rancsomra bal oldalt. Ezzel így, itt így leparkolunk. Oké. Okay. Na, és várjál, akkor azt nézzük meg, hogyha én most itt azt mondom neki, hogy ez volt a szerződések. Ha ezt akarom, megbízás elfogadása. Aktív. Ott van. 0%. Elvetés vissza. Előbb kellett volna rákattintanom arra, hogy bérlek járgányt? Oké, tehát akkor elvetés. Hát az most így jó sikertelen lett. Akkor maradjunk a betakarításra. Tárgyak kölcsönzése, a bérelt gépek a boltban várnak. Ne felejtsd el megtölteni az eszközöket, ha szükséges. Oké, ez most aktív. Ó, mert azzal is elfogadom. Oké, értem. A kérdés az, hogy akkor most hol vár? Az ez? Ez le? Aha. Tehát akkor most oda-vissza kell mennem, de akkor oda-vissza megyek a kocsival. Hát ezt hogy kell irányítani, haló? Ez
száguldás, Porsche szerelem, száguldás. Hallod, 120-szal megyek? Na menj már. Oké, úgy látom ennek a kocsinak 120 a max. Nincs kézifék, nincs kézifék, nincs kézifék. Kézifékkel szerettem volna fordulni, nem sikerült. Megjöttem. Na. Fel kéne ismernem, hogy melyik mi. Tabbal tudok váltani a gépek között. Oké, na most az van. B van itt az? Várja, nekem most ez melyik kell? Ez az előző lett volna, nem? És most nekem a fehér van? Állj, escape. Na hát már nem mutatja. Várja, a bérelt eszközök. Hol volt az? Nem a pénznél volt. Bazdmeg, melyik volt? Melyik volt az a menü, ahol mutatta a bérelt járgányokat? Egy kulcs volt a jele. P betű. Építkezés, földek, ruhatár. Ott van. Mi? De hát én béreltem őket. A mostani melóhoz kell mindkettő? Bazd meg. Na jó, akkor tehát, hogy ez is kell nekem. De várjál, hát gondolom ezt, akkor most azt kell csinálnom, hogy azt fölcsatolom az elejére. Combine, meg a combine kinyitása, kikapcsolás, tempomat, kamera. Azt nem kellene tudnom föl... Azt kell a pótkocsira? Na várjál. Tehát akkor először rá kell tolatnom a pótkocsira. A saját kocsimat nem akarom lezúzni. Egy picit beleakadtam, nem baj, az még belefér. Ez egy igazi Batmobil, igen. Miért nem tudok rá? Oké. Következő eszköz kiválasztása. Ez meg. Na jó, tehát én ilyennel nem tudok közlekedni. Ezzel a feketével rá kell fordulnom arra? Én megpróbálom, bazeg. Nem voltam elég közel szerintem hozzá. Megvan. Jó, hát figyeljetek, ezt így mind tudom magammal vinni. Mondjuk a hátsó részét fingom nincs, hogy minek viszem. De oké. És ezzel most el kell mennem, most már mutatja a helyet.
na bazd meg, most próbáljon valaki megelőzni. Na mi van? Hallod, szerintem most senki nem fog nekem szólni, hogy a felező vonalon megyek, nem? Igen, azt az utánfutót én se értem, hogy miért van nálam, de nem baj. Mi az, hogy 41-es és a 30-as is világít? Én csak a 30-asra szeretnék menni. Szerintem nem ezzel a géppel. De mindegy, tehát hogy az van ott mellettem, de én szerintem nem ezzel kell mennem, de most már mindegy. De most van egy olyan problémám, hogy én hogyan fogok ezzel a géppel ráfordulni arra? Mayday! Van egy kis problémánk arra a 30-asra, valahogy nekem be kéne jutnom. A hülye autóst nézzétek. Hát, ő még nem tudja, hogy mire vállalkozott. Arra tudom rátenni a vágóasztalt. Jó, akkor majd lejövünk erről az útról, és megpróbálom akkor áthelyezni a dolgokat. Én nem biztos, hogy jobbról előznék, haver. Tehát figyelj, én itt most be fogok kanyarodni, csak szólok. Na jó, és akkor figyeljetek, na most itt fogunk játszani egy nagyon vicceset. Erre utánam jön. Várj, váltás. Azt mondja, hogy kombány bekapcsolása, orató szerkezet, kameraváltás, kombány munka, kombány. Hogy tudom lekapcsolni magamról? Várjál, V, arató szerkezet leeresztése. Oké, azt most lekapcsoltam. Vajon, hogy az anyámba tudom rátenni erre a cuccra? Aha. Hát figyelj, most olyat játszunk vele, hogy addig kerülgetem, ameddig egyszer nem sikerül ráfordulni. Minek vittem magammal? Hát a fasz tudja. Arra hogy rakom rá? De most nekem azt nem mondja senki, hogy ezt valahogy rá lehet tenni. Várjál. Q. Várjál. G. Q. Jó. Oké. Na hát most ti itt nem álltok jó. Hallod? Egyébként meg kapjátok már be. Nem látod, hogy itt szerencsé... Jó, megoldom. Na nyugi, megoldom. Most megpróbálom azt fölcsatolni, előrébb menni, és arra rátenni. Most mi bajod van? Na most azért azt nem mondjátok nekem komolyan, hogy annyira perfektül kell ráállni. Yes. Na, én szerintem azt ráraktam. Nem vagyok benne biztos, hogy összekapcsolódtak, de én valahogy ráraktam. Kézzel?
Mit dudálsz? Gyere, ki tudom szedni a kocsiból? Nem. Na, tehát gond van. Ez szerintem lehet újra kéne kezdeni, nem? Ha! Hopp! Azt ti még azt hittétek, hogy nem fogom tudni rákapcsolni. Hoppi, hirtelen rajta van. Ott is van. Adjad oda azt a fütyit! Oké, akkor nem azt kell nézni, hogy, az a része hol van, hanem csak szimplán rátolatunk ide, és akkor lehet, hogy beszívja. Egyszer be kell adnod azt a kút. Mondtam én. Na tessék! Ha-ha! Még hogy nem sikerül. Nincsen lehetetlen előttem. Azt, hogy veszem le róla, azt még nem tudom. Na. Itt van jobbra az a hely, ahova kellett jönni. Folyamatosan töltődik be a, virág. Ezt kell... Azt kell learatnom? Oh, oké. Benne vagyok. Ez a 30-as tábla, ez kell... Na figyelj! Figyeld a taxot! Hopp! Igen. Mondjuk arra nem gondoltam, hogy ez a szar az ott fog maradni. Figyelj, ráfordulok keménybe. Na most azt onnan el kéne húzni. Vagy nem. Told el onnan. Az nem baj, hogyha ebbe belemegyek, nem? Ez, hogyha nem aratom le, akkor nem történik semmi vele. Csak egy kicsit meg... Így. Na figyelj! Most jók vagyunk. Oké, indulhat a meló. Tehát. B. Mi van? Jó, először nyisd ki. Kom X. Hallod, olyan rakéta kilövő állomás van ezen a kocsi, hogy megbolondulsz. B. Ez a jármű eszköz megbízásos munkára van fent. Az megvan, hogy ez a gép szerintem a másik földre való? A 41-esre? Na, hát... Jó, nem hagyunk hátra eszközt. De akkor miért világít ez a föld? De figyelj! Csak mondom, végül is így is el tudom húzni.
csak mondom, hogy kezd tele lenni a tököm veled. Várjál, lehet, hogy azért nem csinálja, mert a kombányt be kell csukni. Marad a picsába, érdekel is engem. Na, menjünk a másik területre. Mert amit felvettél melót, az csak... Lemondtad, nem gyűjtötted be. Na, itt szerintem nem férek át. Igen. Ezt elég határozottan egyébként a játék... Ó, Istenem. Amúgy azt nem mond nekem, hogyha egy ilyen géppel neki megyek a kerítésnek, akkor az nem esik szét. Hopp, ott átférek, ott átsunnyogunk. Na, most jöjjön szembe valami. Jövök. Valószínűleg egyébként ez keresztügyileg nincsen így rendben. Na. Szóval, a 41-es földre jövünk ezzel. Ez egy lopakodó kombájn, igen. X? Megy ez. Oké, hogy volt a... Megyünk a tempomattal. Nem volt ott semmiféle tábla. De várjál, hogyha az a középső rész megtelik, akkor viszont mellé kell állnom egy másik járgánnyal. Az a járgány, ami még ott van a boltba? Na figyelj, és tanultam. Nem ment előre, hanem így hátra jöttünk. Majd előre. A géptől tanultam. Ráfordult teljesen szépen, és utána hátra tolatott. Mert akkor így maradtunk a leginkább a területen. Oké, még hátrébb. Jó, ez számomra egyébként kérdéses volt, hogy hogyan oldják meg a forgásokat. Három, és akkor megy a tempomat. De akkor azt így oldják meg, hogy rátolat... Csak nekem az volt a fura, én azt hittem, hogy ezt mind mondjuk a... azon a területen kívül kell elintézni, de nem. Ha benne van a taposá... Na, pont ezért! Alul ott a számláló, hogy mennyi fér még bele. Látom, egyébként még csak 30%-nál vagyunk. De valószínűleg nem fogom tudni az egészet, hogyha egy ilyen körre 30% fölment, amúgy az durva. Ugye, hogy nem foroghatok be? Én is így gondoltam volna, tehát azért akartam volna kívül fordulni.
Próbáljuk meg Y-ba? Próbáljuk meg akkor szépen. De hát itt meg fönnakadok mindenen ezzel a kipaszott nagy géppel. Hát, sokkal elegánsabban nem tudom csinálni, mert hatalmas a gép. Azt a rohadt! Egyszer amúgy nagyon kipróbálnám, hogy tényleg milyen egy ilyen nagyon high-tech gépen ülni és tolni. Ez számomra ez elképesztő, de valószínűleg nyilván azért, mert én sose ültem ilyen gépen. Hát jó szék van benne, az biztos. Még itt is látszik a hidraulika, ahogy mozog. Jó, aki viszont majd szeretné, hogy egy ilyen gépet kipróbálják, ez semmi esetre se lássa az ezt a streamet, hogy hogyan bánok ezekkel a gépekkel, mert akkor soha egy gépre se ülhetek föl. Tehát, hogy... Na várjál! Most ezt megpróbálom úgy megoldani, hogy a másik helyre sem menjek rá. Aha, jó, az nem ment rá, jó? Az pont nem ment rá. Amúgy nem azért, de szerintem egész jót kihoztam belőle. Tehát el se fér egyébként a gép úgy, hogy ne menjek rá egyáltalán. Amúgy erre nem gondolnak, amikor összerakják a parcellákat? Hogy így... Érted? Én tudom, hogy Dantes ezt csinálja, hát ő kurva menő. Még néztük is a stream előtt, hogy ő éppen ezt csinálja. Ő szerintem konkrétan most is még nyomja. Na majd őt kell megkérdezni erről. Szóval felezd, ne törölges, Miucsi. Felezd el a kívánt területet először, menj körbe a szí... Ja, hogy úgy körbe! Aha, tehát hogy nem így mész folyamatosan, hanem mész egy kört, azzal már bejön... Aha, okos! Igen, azt értem. Aha. Majd leosztályozzátok a munkát. Hát, oké. 88%-nál vagyok. Ennek a gépnek a bal oldalára kell állni, tehát most kell ezt megoldani. Oké. Itt most megállunk egy picit. B. 91%-on vagyok. És alattam egyébként ilyenkor ömlik ki ennyi. Hát nagyon jó. Csodálatos. Jó. Ebből most ki kell szednem a cuccot. Azt gondolom ezzel szedem ki. Na, let's go 41-es parcella.
Micsoda teleport volt az? Hát, amúgy csak így tudok visszamenni. Én először a rövid oldalt megyek kettő sort, és utána már hosszába. Értem, tehát helyet csinálsz annak, hogy forogni tudjál értelmesen. Jó. A fekete furgon befordult balra. Na várjál, hol vagyunk? Ott vagyok. Vigyázzat, szembe jön egy traktor. Mondtam, hogy vigyázz! Nem figyelsz? És még dudál is a hülyéje. Jó, kiszáll. Fú, de annyira jól néznek ki ezek a gépek. Igen, és azt mondja, hogy cső kiengedése, O betű. Yes, és az alá kell beállnom. Ennek a, ehhez a melóhoz nem lettek-e volna jók a saját gépek? Amúgy valószínűleg de. Csak én nem tudtam, hogy, hogy most akkor nekem min van, vagy hogy van, meg lehetett volna nézni. Én rögtön rámentem arra, hogy bérlés. Ja, nem igazán tudtam, hogy min van. Ránéztünk arra, de én nem jegyeztem meg. De amúgy ilyen gépeim vannak, mondjuk pont. Oké, és mi a... Baszd meg, ez nem mozdul? Ez olyan furcsán megy ez a traktor, hogy olyan, mint hogyha így... Tehát elindul, aztán nagyon beindul, akkor leáll... Na mindegy. Jó? Tehát még nem végeztünk. És akkor, ha jól látom, akkor olyat is csinálhatnék, hogy hogy elindítok egy munkát, cső behúzása, hogy fölveszek egy melót, odajövök a területre, és munkaerőt veszek föl rá, hogy meglegyen csinálva. Csinálunk helyet mi is akkor a forgáshoz. Lehet, de nem gazdaságos az elején. Hát jó, azt nyilván értem. Meg azt nem is akarnám, tehát ez így tök menő, hogy én csinálom. Viszont vigyelnem kell, mert a 42-es parcellát nem kell leszednem. Na most fogom csinálni azt, ami a leginkább a nem gazdaságos kategóriába tartozik. Mármint gondolom benzinügyileg. Fogom, és csak csumába visszatolatok. És csinálunk még egy ilyen csíkot. Amúgy, srácok, az baj, hogy a kelleténél sokkal jobban élvezem ezt a gémet.